Szóval hamarosan megnősülsz? Igen, Jacinta. Már szorul a hurok a nyakamon. Ebből már nem menekülhetsz. Nem is akarok. Beszélnem kell veled. Ahogy óhajtja asszonyom. Kibékültél Aurórával. Miért? Miért tetted ezt, Adrián? Úgy látom, maga nem tudja, mit művel Graciela asszony. Ne szórakozz már velem! Elegem van a színjátszásból! Nézze, jobb lesz, ha... Csak semmi jobb lesz, ha... Már úgy is tudom, hogy kibékültél azzal a nyomorultal. Aurórita a mennyasszonyom. És ha megkérhetem... Te nem szereted őt! Azért vagy vele, hogy féltékeny legyek. Csak is azért vagy vele! Szeretem őt! Szeretem őt, és feleségül veszem! Ez hazugság! Hazugság, hazudsz! Ezt nem teheted meg vele! Elég, most nem. Már elég legyen! Teljesen megőrültél! Igen, őrült vagyok. Kétségbe vagyok esve. És belehalok a szomorúságba. Ennek most örülsz, ugye? Soha sem akartam, hogy ennyire szenvedj. Adrián, még mindig szeretlek tiszta szívemből. Nem tudom elviselni, hogy egy másik nővel vagy, ezt nem. Mondd, hogy nem igaz, Adrián. Mondd, hogy nem szereted őt. Nem veheted feleségül, ezt nem teheted meg velem. De te más férfi felesége vagy, nem? Akkor csak bosszúból teszed, hogy visszavágj, hogy fájdalmat okoz. Azért teszem, mert nekem is jogom van a boldogsághoz. De én nem vagyok boldog. Remélem, hogy én az leszek. Rendben. Ha már nem kellek neked, nem fogsz látni. Nem látsz többé nem fogsz látni. Elég legyen ebből. Mert szórakozni fogok. És igenis élvezni fogom mindazt, amim van. Hogy én milyen bolond voltam. Elvégre csodás életem lehetett volna. De én csak szenvedtem miattad. Még csak rád se kellett volna néznem soha. Csak egy szegény paraszt vagy! Hallgass el! Még meghallják! Ha se érdekel! Te őrült vagy! Vedd csak el azt a buta lányt! Remélem, szenvedni fogsz, és nem leszel boldog! Mert képtelen leszel hozzáérni. Én tudom, milyen érzés ez! Én tudom! Engem is meg akarsz őríteni. Hagyj végre békén! Adrián! Szerettelek. Harcoltam, érted? Mindent hátrahagytam és követtelek. Tűrtem a megaláztatásokat. Türelmes voltam. De te mindent elrontottál. Én az utolsó pillanatig reménykedtem. A templomban is. Ott álltál. A mennyasszonyi ruhában az oltár előtt. Egy másik férfi oldalán. Én szívből könyörögtem az Úrhoz, hogy tegyen valamit. Vártam, hogy meggondolod magad. Hogy hozzám futsz és azt mondod. Vigyél el! Ments meg a szerelmünket! Vigyél magaddal! A karjaimba zártalak volna, és elraboltalak volna. De nem történt meg. Vele mentél el. Nagyon sokat szenvedtem. Teljesen tönkretettél. És most, hogy új életet kezdenék, nem hagyod. Hát mit képzelsz? Te lehetetlenné tetted mindazt, ami köztünk volt. És most eljössz, mert szenvedsz. És azt akarod, hogy én is veled szenvedjek. De én nem akarok. Nem akarok!
Nem akarok. Igazad van, Adrián. Bocsáss meg. Soha többé nem zavarlak. Az a kislány rendes. Nagyon szeret. Vedd feleségül. Légy nagyon boldog. Remélem, az leszel. Meg is jöttem. Ugye nem tartott sokáig? Nézd, fel is ébredt. Hát nem egy tünemény. Hm? Kérlek, vigyázz rá egy percre, Gracielita. Mindjárt visszajövök. Ó, tessék, ezt is itt hagyom. Akartalak ezzel fárasztani. Tudod jól, hogy taxival is jöhettem volna. Nem értem, Gracielita, miért van mindig itt? Hát ez a gyerek. Ez kié? Ez a gyerek Esmeralda fia. Ah, igen? És mit keres nálad? Krisanta kért meg, hogy vigyázzak rá. Ó, még ilyet. Nem is tudtam, hogy azért jársz ide, mert te vagy a gyerek dadája. Szólnod kellett volna, hogy itt vagy. Már aggódtunk miattad. Elfelejtettem, bocsáss meg. Hogy érzed magad? Hm? Jól, köszönöm. Szóval ez lenne Esmeralda gyereke. Aranyos, nem igaz? Szerintem egy cseppet sem hasonlít José Armandóra. Meg se itted a kávéd, Adrián. Nem kérek többet, köszönöm. Akkor mehetünk? Igen, amint megjön Krisanta. Elnézést. Mit akar? Azt hittem, hogy megjött Krisanta asszony. Látja, hogy nem. Elnézést. Na, menjünk. Emiliano, kérnék tőled valamit. Mit? Utazzunk el együtt. Menjünk el innen. Utazzunk el. Ugyan minek? Szerintem is az lenne a legjobb, Gracielitának, Emiliano. Ha valaki ilyen rossz állapotban van, az utazás csak jót tesz. Gondolja? Természetesen. A környezetváltozás, az utazás, hogy minden percben el legyen foglalva, pont erre van szüksége. Tényleg el akarsz utazni? Igen. Jó, de ott a munkám, azt nem hagyhatom ott. És hát tudod... Nagyon kérlek, könyörgök neked. Jó, de hová akarsz menni? Nekem teljesen mindegy. Én csak el akarok menni innen. Csak úgy reszkedtem. Ennyire komoly volt. El se tudom mondani, nagyon hangosan üvöltözött. Szegénykém, őrülten féltékeny, és bosszút akar állni, mert Adrián feleségül veszi a barátnőjét. Gracielitának elment a józan esze. Efelől nincs semmi kétségem. Remélem, Adrián gyorsan megnősül, és elviszi Auroritát a Casa Grande-ba. Mert csak is így lehet vége ennek az őrültségnek.
Gracielita már tönkretette az életét. Legalább az övét ne akarja tönkretenni. Ez a nyaralás neked is jót fog tenni, kedvesem. Menjetek! Tedd meg Gracielitáért! Te magad választ ki a helyet. Tudja, már régen szerettem volna eljutni Oaxacába. Hát akkor rajta! Egyet értesz, drágám? Igen. Rendben, akkor megyek és foglalok szállást. És indulhatunk is. Miért vagy ilyen csöndes? Nem érdekes. Úgy látom, valahol egészen máshol jár az eszed. Gondolkoztam. Mesélj a Casagrande-ről, milyen? Azt nem lehet elmesélni. Azt látnod kell. Azért mesélhetné róla valamit. Nagyon nagy birtok. Végtelennek tűnik. A tiszta levegő szinte arcul csap, amikor kint lovagolsz a távoli földeken. Úgy érzed, meg tudod érinteni a napot, amikor délután kezd lebukni ott a láthatáron. És az éjszakák csendesek. Remekül lehet aludni. És ideális lehet a szerelmesek számára is. Bizony így van. Annyira szeretnék már ott lenni veled. A feleségedként. Meglátod, mennyit dolgozom majd. Segítek Floresitának vigyázni a papádra és rád. Nagyon jó vagy, Aurorita. Nem vagyok jó. Csak szeretlek. Nagyon szeretlek, Adrián. A szerelem nem elég. A jóság és a szerelem két különböző dolog. És nem mindig járnak együtt. Adrián. Néha úgy félek. Mitől? Hogy nem tudlak boldoggá tenni. De buta vagy. Elmegyek. Csak így leszek képes enyhíteni a bánatomat. Hogy felejthetném el? Elfelejteni Adriánt? Sose tudom elfelejteni őt. Nem. Csak ha meghalok. És mi ez a váratlan utazás? Csak úgy hirtelen eldöntöttétek? Szükségem van a környezetváltozásra. Itt unatkozom. Már ma indulunk. És Blanka tudja? Nem. Még nem szóltam neki. De ő tanácsolta nekem, hogy menjünk el egy időre. Igen, de miért? Jót tesz az idegeimnek. Még mindig nem értem, mi bajod van. Te nem vagy egy ideges típus. De hát mostanában aggódom érted, Gracielita. Komolyan aggódom érted. Gracielitával? Fogalmam sincs, mi történhetett vele. Igen. De valami biztosan történt, hogy hirtelen el akart utazni. Őszintén mondom, hogy nem tudom, Fátima, fogalmam sincs. Gracielitát nem kérdezted meg? Ő semmit sem mond el nekem. Bármennyire is faggatom, hiába. Néha úgy bánik vele, mintha egy idegen lennék, és nem az anyja. Nagyon szomorú dolog, amikor a bizalmatlanság választja el az édesanyát a lányától. Az a nyomorult alak tehet mindenről. Ezért is gyűlölöm egyre jobban. De Adrián is szenvedett, Fatima. Többet is, mint Graciela. Jaj, bárcsak egyszer és mindenkorra eltűnne innen. Ki nem állhatom, amikor itt mászkál a házban? Na jó, megyek. És most mit hímzel? Egy lepedőt az unokámnak. Tudod, láttam őt, amikor Emiliano elhozott Gracielitáit. Ugye milyen gyönyörű gyerek? Igen, de egy cseppet sem hasonlít José Armandóra. Hiszen nem is az ő fia.
Fatima azt kérdezte tőlem, hogy mi történt Gracielita és Adrián között, ami miatt ilyen hirtelen el akart utazni. Nem tudod, hogy beszéltek-e? Hogy beszéltek-e? Az enyhe kifejezés lenne. Mi történt? Veszekedtek, kislányom. Szörnyen üvöltöztek egymással a konyhában. Komolyan? Hát szinte mindent hallott és elmesélte. De hát mit mondtak? Gracielita tajtékzott, mert Adrián kibékült a barátnőjével. Szemrehányást tett neki, sértegette. De a végén azt mondta, hogy nősüljön csak meg. Legyen boldog, hogy többé nem fogja zavarni. Úgy érted, hogy elfogadta, hogy mindennek vége? És azért megy el, hogy felejtsen? Remélem, igen. Fátima nagyon aggódik, bár igyekszik titkolni előlem. A helyében én is ezt tenném. Gracielita mélységes depresszióban szenved, és félek, hogy valami őrültséget csinál. Amint teljesen meggyógyult a papád, Adriánnal azonnal kitűzzük az esküvőnk napját. Igen, és ha végre összeházasodtatok, mind visszamegyünk a Casa Grande-ba. Annyi sok szépet meséltél már róla. Alig várom, hogy lássam. Tudom, hogy szeretni fogod azt az életet, Aurorita, te igen? Persze, egész más lett volna, ha a bátyám mégis Graciela kisasszonyt veszi el, mert ő ki nem állhatta a birtokot. Nagyon unatkozott ott? Hát, tudod, nem, akkor nem, mert ugye folyton Adrián után koslatott. Hogy itt is. És dr. Lascano is Esmeraldát ostromolja. Szerintem igent fog mondani. Ó, milyen jó lenne. Olyan kedves és annyira szereti. Dr. Peñariel is nagyon szerette őt. Nagyon! De mindegy. Nem hiszem, hogy egész életében szenvedni akar miatta, főleg, hogy elhagyta. Pláne, hogy barátnője is van. Szervusz, Esmeralda. Szervusz, Adrián. Mi van veled? Aurora mondta, hogy hamarosan összeházasodtok. Már nagyon készül rá. Azt hiszem, boldog leszel. Aggódom Gracieláért. Miért? Mi baja van? Elutazott. De hisz ez a legjobb nektek. Csak hát kétségbe volt esve. Ez nem a te hibád, Adrián. Nem. De fáj, hogy szenved. Megszakadt a szívem, amikor azt mondta, hogy többé nem fog zavarni. Hogy vegyen feleségül Auroritát is. Azt kívánja, legyek boldog. És elment. És most rájöttem, hogy mégsem tudom elfelejteni. Már megint ő, Adrián? Már megint Esmeralda. Félek, hogy mindig így lesz. Mint veled. Nehéz válaszolnod erre a kérdésre, igaz? Mert egyfelől ott vannak a szép emlékek a múltból. Másfelől a jelen kénye, hogy itt van, amit akarunk, de valahogy mégsem tudjuk elérni. Ez a legrosszabb. De azért meg kell próbálnod, Adrián. Gondolj bele, hogy Aurora milyen jó és kedves. Míg Graciela kisasszony... Igen, már tudom, hogy nagyra törő, hogy gyáva, hogy önző. De szeret Esmeralda. És én is őt. Igen, Adrián. Én megértelek. Még akkor is, ha ő meg én már sohasem lehetünk együtt, ez a szerelem kibírja a gondokat. A nehézségeket, amik az útjában állnak. És fáj. De soha nem ér véget. És ugyanez van veled és José Armandóval. Nem, Adrián. Már nem. Az én szerelmem nem ilyen. Már azt hittem, megint Gracielita kisasszony jött látogatóba. Nem is hallotta túl a néni. Gracielita elutazott a férjével. Oaxaca, Mexikó. Menjünk tovább.
Örülök, hogy eljöttünk ide. Blanka néném mondta, hogy hihetetlenül gyönyörű város, de nem hittem volna, hogy ennyire. Igen, ez a Santo Domingo templom valóban egy műalkotás. Mehetünk? Igen. Adrián, nem is tudtam, hogy itt vagy. Csak az egyik ingemért jöttem vissza. Halljam, most meg mi bajod van? Semmi. Nem akarod elmondani? Hagy már békén, Florisita! Ó, na nézd csak, már megint felpiszkált a kisasszony. Gracielita nincs itt. Elment a férjével. Elment, hogy ne is lásson. Látod, semmit se jelentesz neki. Ezt te nem érted? Azért ment el, mert szenvedett, pontosan úgy, ahogyan én! Jól tette, mert így talán végre sikerül kiverned őt a fejedből. Azok után, amit tett, te még bolondulsz érte! Az a nő személy. Annyit sem érdemel, hogy beszéljünk róla. Igenis, szeret! Ne védd őt! Megbocsáthatatlan lenne, ha elveszítenéd a barátnőt szerelmét, amiatt a gonosz nő miatt. Akire rá se kellene nézned, mert egy másik férfi felesége. Aurorita többet ér. Sokkal többet ér, mint Graciela Peñarreal. Régészeti feltárások. Monte Alban, Oaxaca. Most jártunk a világ tetején. Mire gondolsz? Arra, hogy az őseink vajon boldogok voltak-e? Persze, hogy boldogok voltak. Képzeld el, hogy itt laksz. Hm? Uralod a természetet. És feltöltődsz energiával. Mert az ilyen helyen sok az energia. Figyelj, add a kezed. Csukd be a szemed. Ne gondolj semmire. És engedd el magad. És érzed, hogy szép lassan, teljesen megújulsz. Szia. Menjünk el innen. Menjünk el, csak mi ketten.
és az energia szép lassan elkezd feltölteni. Olyan energia, ami erőt ad neked, hogy folytathasd az utadat. Miért kellett ide jönnöm? Nem, Adrián. Blanka most nem készül elmenni. Rendben. Akkor gyorsan lemosom a kocsit. Hogy állsz az esküvői előkészületekkel? Elég jól, Krisanta asszony. Már kitűztétek a napját? Nem. Nem, nem. Azt még nem. De aztán szólj, hogy vehessek valamit. Tudd meg, mit kér a mennyasszonyod. Nehogy két vagy három azonos nászajándékotok legyen, ahelyett, hogy valami hasznosat kapnátok. Hogy van, Krisanta? Remélem, minden rendben. Igen, Fatima asszony. És ön hogy van? Hogy milyen szép az élet. Ma kaptam egy faxot Gracielitától. Annyi mindent írt nekem. Azt mondja, hogy ő is Emiliano. Nagyon élvezik ezt az utazást, és ez olyan, mint egy második nászút. Oaxaca, Mexikó. Köszönjük. Gyere, drágám! Eszembe jutott az esküvünk napja. Életem legboldogabb pillanata. Tudod, milyen szép vagy. Legszívesebben elrabolnálok. Mint ahogy nálunk szokás a faluban. Messzire vinnélek innen. Oda, ahol senki sem ismer minket. Ahol boldogok lehetnénk, mit szólsz hozzá? Nem, nem, Adrián! Oh, ezt élvezi a lányom, a luxust, a kényelmet, az utazást. És hogyha őróla van szó, Emiliánónak semmi sem drága. Mert ugye, iszonyú sok pénze van. A pénz nem mindig hoz boldogságot. Minden nő boldog lehet egy olyan férfival, mint Emiliano. Annyira kényezteti Gracielát. Hiszen tudja, csak annyit mondott, hogy el akar utazni innen, és Emiliano már vitte is. Jaj, képzelheti, hogy milyen csodálatosan érzik magukat. Előkelő utasok, Graciela Peñarreal és Emiliano Valverde visszatértek boldog nyaralásokból. Vajon most mi lesz? Mit fog mondani nekem, ha találkozunk? Remélem, nem lesz olyan, mint a múltkor. Azért vagy vele, hogy féltékeny legyek. Csak is azért vagy vele... Nagyon tévedsz! Szeretem őt, és feleségül veszem! Ez hazugság! Hazugság! Hazudsz! Ezt nem teheted meg elég, velem! Most már elég ne. Legyen! Istenem, milyen borzasztó jelenet volt. Nehogy megint így legyen. Azt nem bírnám ki. Ez doktor Peñari elmondta? Igen, hogy az apám szépen gyógyul, és hamarosan, ha az úr is úgy akarja, visszamehetünk a Casa Grande-ba, és te is velünk jössz. Egy örökké valóságnak tűnik, Floresita. Ugyan már, majd meglátod, milyen gyorsan repül az idő. És ha történik valami? Ugyan, mi történhetne, Aurorita? Nem is tudom, annyi minden megtörténhet. Nagyon félek. Gracielita miatt? Igen. Pedig most már tényleg elhiszem is, és már készülünk az esküvőre. Adrián is kedvesebb vele, mint eddig. Most rosszabb lenne mindent elveszíteni. Félek, hogy ismét közénk akar majd állni. Rossz egy csejtek, Floresita. Rossz előérzetem van. Mi van a mennyasszonyi ruhával? Hm? Hát, már láttam két vagy három olyat, ami tetszik, de jobb, ha Adrián dönt. Ennyi, kicsim. Te tényleg Adrián Lucero szemével látod a világot. Annyira szeretem Dominga, de annyira. Ha Gracielitám hazaérkezett, miért nem jön el?
Amikor visszajött a nász útjáról, rögtön idejött. Már megint kezdődik ez a tépelődés. Miért nem tudok nélküle élni? Furcsa, hogy ennyire hiányzik az, hogy kínosszon. Remélem, hogy még ma eljön ide. Szóval ez a férje. Még soha sem láttam. Nagyon jó képű, nem igaz? És nagyon fiatal. Azt hittem valami ronda öreg úr. Az nem számít, hogy néz ki. Az engem nem érdekel. De tény, hogy visszajöttek. Igen. De emiatt tényleg ne kezdj aggódni, mert nincs annál rosszabb, mint amikor képzelődsz. Vagy talán arról van szó, hogy még mindig nem bízol Adriánban, Aurorita. Hiszen már beszélt az esküvőről, még pénzt is adott az előkészületekre. De mama, én bízom benne. Hát akkor mi van? Felejts már el Gracielita kisasszonyt. Én elfelejtem, de... De mi? Azért jobban örültem volna, ha nem jön vissza. Drágám, ma este vendégségbe megyünk. Meghívtak a barátaim. Jaj, ne, Emiliano, nincs kedvem. Gracielita, tedd meg a férjedért. De még fáradt vagyok az utazás miatt, és nagyon fáj a fejem. Te menj, ha akarsz. Nem bánnád, ha a férjed egyedül menne el? Hát persze, hogy nem. Rendben, akkor átöltözöm. Kicsikém, ne légy ilyen felelőtlen. Hogy engedheted meg a férjednek, hogy egyedül menjen? Hát nem érted, hogy így megszokja, hogy nélküled van? És hamarosan már sehová se fog elhívni, igaz, Rita? Figyelj csak, anya! Ez az egy dolog teljesen hidegen hagy. Kedvesem, tudod, borzasztóan aggódom Gracielita egészsége miatt. Mostanában olyan rossz idegállapotban van. Már rég itt kellene lennie. Ugyan, még nincs túl késő. Lehet, hogy bármelyik pillanatban beállít. Ó, ön az Crisenta asszony. Igen, csak szólni akartam, hogy mindjárt hazaviheted Esmeraldát és a kicsit. Igen, asszonyom. Én ritkán járok itt. Kényelmes a szobád? Nincs szükséged valamire? Nem kell semmi. Rendben, akkor megyek is. Nem jön el. Graciela, nem jön el. Hiszen ez borzasztó. Blanka sosincs itthon. Mindig engem kritizált, hogy mennyit járok el, és most tessék, soha nincs itthon. Csak elmentek ruhát venni Esmeraldának. Don Rodolfo szeretné, ha rangjához méltóan öltözne. Nem értem, hogy miért. Hiszen senki sem tudja, hogy a lányuk. Most meg fogják tudni. Blanka és Don Rodolfo is szeretné, ha Esmeralda ide költözne hozzájuk. Belegondolok abba, hogy Esmeralda kapja mindazt, amit én Gracielitának szántam. Na de, ön még többet akar a lányának, igaz? Nem gondolja, hogy ez is elég? Hát igen, ez igaz. Hogyan is panaszkodhatnék? Örülök a sikerének. Na és, hogy érezte Gracielita magát az úton? Most már boldog? Nagyon élvezi az életet, igen. Most végre rájött, hogy milyen értékes ember a férje. Aki mellett, az az Adrián Lucero. Egy nincs tele senki. Gracielita nem akart eljönni, dadus. Biztos azért, hogy ne találkozzon Adriánnal. Szerinted már nem érdekli? Legalábbis már nem csinál semmi őrültséget miatta. Ennek örülök.